Megnövekedett a beteg gyermekek száma az elmúlt hét alatt. Január 30-án észrevették, hogy egyre többen keresik fel a rendelőt, főleg enterális tünetekkel. A Neumann János Egyetem gazdaságtudományi karának kínálata szeptembertől a turizmus vendéglátás szakkal bővül. A gazdasági szereplőknek, egyben leendő gyakorlati partnereknek mutatták be ma az egyetem lehetőségeit a kampuszon. Meglátták az árnyékukat a kecskeméti vadaskert őrvös medvéi. A hiedelem szerint az azt jelenti, hogy a tavasz még várat magára. Az állatkert maciai ebben már nagyon tapasztaltak, ugyanis idén 30 éves a pár. A téli bezárás utáni első bemutatójára készül a Cirókabáb Színház. Az Egy szem, két szem, három szem című előadást jövő szombaton mutatja be a társulat. Január 1-től az uniós előírásokhoz igazodva változott a munkatörvénykönyve. A részletekről tartottam ma előadást a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában.